Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szervusztok, gyerekek! Ismét találkozunk. Ugye milyen jó, hogy ha Isten igéjét együtt kereshetjük. Nagyszerű dolog hinni, és kimondottan Jézus Krisztusban, a megváltóban. Öröm lesz beszélnünk arról, amit Jézus tett értünk a javunkra. A római százados, vagy mondhatnám így, hogy az egyik római századosnak a történetéről lesz szó, akinek gondjai voltak, és úgy döntött, hogy ő Jézust felkeresi. Ez a százados római volt, nem hitt Izrael istenében, és ő egy más világhoz tartozott, de ő hallott Jézus Krisztusról, és Jézus Krisztus iránt mégis hit ébred benne, hogy Jézusnak van hatalma nagy dolgokat tenni. Tehát ez a római százados egy úriember volt, el tudjátok képzelni, majd keresgélek a képeim között, hát ha találok, és akkor megmutatom nektek, hogy hogy is nézett ki egy római százados, milyen ruhája volt, kitüntetései, és elismerésbe részesült, mert jó harcos volt, amit rábíztak, azt megtette, tekintélye volt, becsülték ezt a századost a rómaiak körében. De hát ez a százados ugye élte a maga világát, minden boldogan élte a világát, bár voltak nehézségei, mert hát el kellett Rómából jönnie idegenbe, Izrael földjére, messzire hosszú útat megtenni. Ez nem is olyan egyszerű volt, nem tudom, hogy hány hétig tartott ez az út, mire ő eljutott Izraelbe. Mindegy, de ez a százados, hát eljutott Izraelbe, és hát katonák voltak rábízva, és hát az egyik embere, aki nagyon fontos volt a számára, megbetegedett. Megbetegedett az egyik embere, és hát nem igen voltak orvosok, a kapernaumi százados nem igen talált ott ebbe a kisvárosban orvost, hát, hogy mit tegyen, nem is olyan egyszerű dolog orvost találni, és akkor hallotta azt, hogy Jézus Krisztus a betegeket meggyógyítja, és úgy döntött, hogy felkeresi őt. Megérkezett arra a helyre, ahol éppen Jézus volt. Képzeljétek el egy helyen, ahol Jézust körülveszik a tanítványai. Hány tanítványa is volt Jézusnak? Ugye? 12 volt. Mind a 12 vele volt. Ott a közelébe voltak. Persze Jézust sok ember vette körül, szinte megszámlálhatatlan sok ember, férfiak, asszonyok, lányok, fiúk, kis ovisok, és sokan figyeltek Jézusra, és csodálták őt. Tehát megjön a római százados, meghajol Jézus előtt, udvariasan köszön neki, és akkor elmondja Jézusnak, aki nagy érdeklődéssel figyeli az ő szavait, elmondja Jézusnak, hogy van neked szolgája,
nagyon szereti ezt a szolgát. Ez a szolga főz, ez a szolga süt, ez a szolga mos, ez a szolga elmosogatja a koszos edényeket, és hát ez a szolga ad a lovának ennivalót, ez a szolga vakarja meg, tisztítja meg a lovát, és készíti fel, hogyha ő útra megy, vagy hogyha valamire szüksége van, ennek a szolgának ad utasítást, hogy na fiam, menj el a halpiacra, vegyél 2 kiló halat, és csinálj jó ebédet nekünk. Ez egy erős fiú volt, ez a szolga. Erős fiú volt. Piros képe volt. És hát sajnos nagyon megbetegedett. Ott fetrengett az ágyán, a kínok között. Hát ez a százados, itt el is tudjátok képzelni, komoly ember volt, volt neki fegyvere, lándzsa, pajzs, és hát különböző nagy kés, meg mindenféle felszerelése volt. Az akkori kornak a leghasznosabb fegyverei voltak a tulajdonában. És hogy ott járkált a szobában, és hát megindult ez a római százados már, a könnyek is megjelentek a szeme sarkában, mert sajnálta a szolgáját. Nincs másik ilyen szolga is, és nagyon beteg. Már nehezen veszi a levegőt. Köhög. Nagyon-nagyon beteg ez a szolga, és hogy sajnálta őt. És így elmondta a szolgának az állapotát Jézus Krisztusnak, és Jézus csendben volt, türelmesen meghallgatta a százados urat, hogy mondjon el mindent, ami a szívén van, és jó, azt tudjátok, az ember kiönti a szívéből Jézusnak azt, ami benne van. Lehet, hogy nektek is vannak bajotok, gondjaitok, félelmeitek, vagy rossz érzéseitek is. Mondjátok el ti is Jézusnak, menjünk, közeledjünk Jézus Krisztushoz, a világ megváltójához, az urak urához, a királyok királyához. Mondjuk el bátran, ami a szívünkben van, ha féltjük apánkat, anyánkat, vagy nagyanyánkat, vagy aggódunk miattuk, akkor mondjuk el Jézusnak, beszéld el egyszerű szavakkal, önts ki a szívedet. Ne szégyelj még sírni sem. Mondj el mindent Jézusnak, és meglátod, hogy valamit tesz Jézus érted is. Jézus csendben volt, és hallgatott. És egyszer csak megszólalt, és azt mondta a századosnak, hogy elmegyek a te otthonodba, ahol fekszik ez a beteg szolga, és meggyógyítom. Hát a százados ekkor nagyon meglepődött. Hát Jézus, hát olyan hatalmas valaki, ő pedig, hát egy senki, igaz, hogy van egy kis rangja, kitüntetése, de hát ő senki, ő a vallási dolgokban is nem járatos, és hogy hát ő, hát tetszik neki, nagyon tetszik neki ez a hit, a Jézusba való hit, de hát nincs is úgy kitakarítva a szobája, most a szolga nem tudott takarítani meg mindent, és akkor elkezdett tiltakozni a százados. Jaj, uram, ne gyere el. Jobb lesz, hogyha te itt csak egy szót mondasz, és hogy akkor majd megtörténik, mert hát én is, mint százados,
ha mondok valamit az egy szolgámnak, hogy eredj el, akkor elmegy. Azt mondom neki, gyere ide, oda jön hozzám, szalutál, tiszteleg előttem, és kérdezi, hogy parancsoljon, uram. És megteszik a szolgáim. És uram, ha te is szólsz, a te szavad olyan hatalmas, a te szavad olyan csodálatos, hogy az én szolgám is meggyógyul. Elég, ha rágondolsz, ha kimondod ezt a csodálatos szót, hogy gyógyulj meg, ez a hatalmas szó elhat oda arra a helyre, ahol ő van, azon a helyen, a városban. Hát Jézus Krisztus ritkán csodálkozott a történelemben. A Biblia nem sok helyen ír arról, hogy Jézus az ember szaván csodálkozik. De hát Jézus ennek a századosnak a hitén csodálkozott, hogy ekkora hite van, hogy hisz Jézus szavába, hisz Jézus gyógyító szavába. Hogyha Jézus azt mondja, hogy gyógyulj meg, a százados úgy gondolta és úgy hitte, hogy meggyógyul. És hogy kell hinni? Mit csináljak én? Mondjátok meg, gyerekek! Mit csináljak én? Hogy higgyek. Hogy tudok én hinni? Vagy mit csinálsz te? Hogy képes legyél hinni. Hát az ember megvizsgálja maga szívét, hogy mivel van tele. Ha tele van rossz gondolatokkal, meg mindenféle zavaros dolgokkal, akkor azokat kilapátoljuk onnan, minden rosszat kilapátolunk, és akkor imádkozunk az Úrhoz. Uram, tisztíts meg a szívemet, tisztíts meg engem tetőtől talpig. Szeretnék valamit mondani neked, Uram. És akkor elmondom az Úrnak, hogy Uram, adj nekem hitet. Ha akkora lenne is az a hit, mint a mustármag, add nekem, adj élő hitet. Te add a szívembe, a lelkembe a hitet. És képzeljétek el, hogy ad az Úr hitet. Neked is, nekem is. Tudunk Jézus Krisztusban, az Úrban hinni. És csodákat látunk, csodák történnek velünk. És akkor Jézus áldásra felemelte a kezét, és azt mondta ennek a századosnak, menj el, legyen a hited szerint. A te szolgád meggyógyult, és megtudták, hogy abban az órában, amikor Jézus kimondta ezt a szót, hogy a szolga meggyógyult. Csodálatos ez, dicsőséges dolog, hogy Jézus ennyire szeret minket. Ő meghalt a Golgotán, Jézus feltámadott, Jézus él, és a szívedben akar élni. És a te életedet is megáldja, megtisztítja, megerősíti.